Október 15-én délelőtt rendezték meg az elsősök avatását a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Nagy nap volt ez az elsősök számára, ugyanis ekkor kapták meg az iskola jelképévé vált zöld nyakkendőt. Az osztályfőnököt, Úr Emesét az elsősök iskolába való beilleszkedéséről kérdeztük. A gyerekek nagyon lelkesek korukból adódóan, ez szerencsére mindig is így van. Nagyon sokat tudnak dolgozni egy órán, tehát amit feladatot én kitűzök mindig célként magam elé, azt mindig végre tudjuk hajtani, mert hogy ha nekik valamit tenniük kell, vagy hogy tenniük lehet, ha erre ugye lehetőségük is van, azt mind megcsinálják. Tehát nagyon lelkesek, úgyhogy én csak dicsérni tudom őket, és hát nagyon fontos azért az első időszak, hogy a játék és a tanulás az ugye ötvözze egymást, és azért erre én tudatosan igyekszem odafigyelni, úgyhogy nagyon sokat játszottunk még az év elején, és ezt még mindig tartjuk, illetve hogy nagyon sokat mondókázunk, mozgunk hozzá minden órán, úgyhogy ez azért fontos még az ő életében, hogy a játék és a tanulás is egyaránt megjelenjen. Azt gondolom, hogy a Covid-járvány az nagyban befolyásolta náluk is azt, hogy mennyire volt a közösségben, milyen gyakran volt a közösségben, azért ez egy picit látszik rajtuk. Látszott rajtuk az első hónapban, azért az első hónap, a szeptember az elég nehezen telt, de azt kell mondjam, hogy nagyon látszik az, hogy az óvodában például tudatosan törekedtek arra, hogy a szabályok betartása, és innentől fogva egyébként nem mondom, hogy könnyű dolgom volt, de tényleg, amit mondjuk egyszer elmondtam nekik, azt elég hamar meg tudták jegyezni. Nagyon sokszor kell ismételgetnünk ilyenkor a szabályokat, de tulajdonképpen én mindig azt szoktam mondani, hogy a munkarovására ne menjen a magatartás, és ez náluk azért nincsen jelen, tehát nagyon szépen tudunk órákon dolgozni. Baracs község önkormányzata és a képviselő testület nevében Gárdján Attiláné, Gyöngyi néni adta át az ajándékokat az elsősöknek. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.